Iskola galéria nyílt Várdombon. Az első kiállításon Csizmazia Sándorral, az intézmény igazgatójával beszélgettünk. Nem egy megszokott dolog az napjainkban, hogy egy iskola egy galériát nyisson. Várdombon mégis ez történt. Hogyan? Hát nézze, azt hiszem, hogy ez szükségszerű. Minden olyan iskolának meggyőződésem szerint, mint amilyen a Várdombi, tehát olyan szociokulturális körülmények között létező iskola, mint amilyen a Várdombi, nem nagyon tudja kikerülni, na nem az iskola galériát, hanem a közművelődési kérdéseket. Ennek egy része az iskola galéria létrejötte, mármint tudnélik a közművelődési tevékenységünk része. Hát tessék szívesen egy végig gondolni, hogy itt a faluban él 1300 ember, ebből 300 gyerek az iskolába jár, és alig van lényegileg lehetősége úgymond közművelődni akkor, amikor itt van 8 kilométerre Szekszárd tőlünk. Ma a közművelődésre nem nagyon van pénz, ez köztudott dolog. Erre honnan van? Na most ez a kijelentés, hogy a közművelődésre nem nagyon van pénz, ez csak részben igaz. Tudodik, van pénz, csak ezek a pénzek meglehetősen el vannak rejtve. Ezeket sajnos fel kell kutatni. Ez a kiállítás, illetőleg az egész iskola galériának ugye majd egy folyamatos kiállítás sorozata lesz, és ez az első alkalom, ez az Eötvös József Alapítvány kuratóriumától származik az anyagi vonatkozása a dolognak. Kiállítás. Az első kiállító Adorjáni Endre. Miért pont ő? Hát ez nagyon egyszerű. Adorjáni Endre egy év óta itt tanít az iskolánkban óradóként. Ki a galéria következő vendége? Schubert Péter, grafikus. És várhatóan mikor? Hát valószínűleg egy hónap múlva.